egy pár percben szeretném most elmondani, hogy is működik a hőcserélőm, és ezzel a digitális hőmérő panelen mérhető adatokkal szeretném demonstrálni, hogy mi a tényleges hatásfoka. Ezt a képen látható elektronikus hőmérőpanelt, ezt minden hőcserélőhöz adom így nem kell a hitrendszerére alapoznia, nem kell laboratóriumi vizsgálatokkal, alátámasztott dokumentációkkal önt győzködnöm, hanem valós időben bármikor ellenőrizheti, hogy ténylegesen milyen hővisszanyeréssel üzemel a berendezése. A felső sorban azt a hőmérsékletet látjuk, amit a lakásból elszív a ez ugye az elhasznált meleg levegő, ez bekerül a hőcserélőbe, és az utcáról nálam a padlástérből egy 11,2 fokos levegőt elkezd visszamelegíteni. Ezt egészen 21,5 fokosig fel tudja melegíteni jelen esetben, és a 24,2 fokos Elhasznált meleg levegő ez alatt 12,3 fokra fog lehűlni. A 24,2 fokos elhasznált meleg levegőt ugye 12,3 fokra hűtöttük le, ez 11,9 fok, a 10,2 fokos kinti friss levegőt pedig 21,5 fokra melegítettük föl. Ennek a különbséget 1,3 fok hogyha ezt a két számot kivonjuk egymásból, akkor 1,6 fokot kapunk, vagyis ekkora volt az a vesztességünk, amivel csökkent a, a szellőztetett levegő hőmérséklete. Amennyiben gépi szellőzést szeretne, vagy csak a hővisszanyerős ellenáramú hőcserélő érdekli, akkor a weblapomon található ajánlatkérő űrlapot töltse ki és küldje el, és én rövid időn belül fogok ajánlatot küldeni. Köszönöm szépen az érdeklődését!